Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás. Ennél a jóslásnál feltesszük a három fontos kérdést, hogy mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni. A gondolatait középen látjuk itt felül és alul. Itt látható egy hír, egy levél, és itt vannak a viták vagy a félreértések. Az lehet, hogy vár arra, hogy te írj neki, mert megbántottad őt, és most bocsánatot kérsz. Vagy fordítva van így, hogy ő bántott meg téged, és azt tervezi, hogy ír neked, és ő fog bocsánatot kérni. Ez a levél lehet egy irat is, egy szerződés, vagy egy dokumentum, akkor előfordulhat, hogy itt van a hamisság, a viták, a félreértések. Amit a kártyák még jelenthetnek, hogy van egy hölgy a háttérben, vagy a múltjából, és itt van most jelenleg egy kapcsolat, de vannak viták, veszekedések kettőjük között. Hogyan érzi magát, az itt látható. A könyv jelentheti a te tudásodat, vagy egy továbbképzést. Mivel a könyv nyitott, ő úgy érzi, hogy most nyitottabb vagy vele szemben. A gyermek jelentheti a gyermekeket, vagy egy gyermek áldást, például ha ez a kívánságod, amit a gyermek még jelenthet, az ártatlanság, hogy te vagy ártatlan, vagy ő volt ártatlan ebben a helyzetben, ami félreértésekhez vezetett. És itt a lilium virág jelenti a tiszta gondolatokat, tiszta érzelmeket, és ő szeretne tisztázni veled valamit, és elvárja azt, hogy te nyitott légy erre a beszélgetésre, és a gyermek jelenthet egy új irányt, vagy egy új kezdetet kettőtök között. Mit fog tenni, az itt látható jobb oldalon. Ez a férfi áll itt a középpontban, majd ő rendezgeti a dolgokat. Itt a torony lehet egy bírósági ügy, ebben az esetben a koporsó jelenthet egy örökösödési ügyet, ahol itt van a szerződés, a dokumentum, de a hamisság is megjelenik, vagy azt is jelenthetik a képek, hogy ő lezárja ezeket a dolgokat. Az is lehet, hogy volt egy pár kapcsolata, ott voltak a viták, a veszekedések, a félreértések, ő közölte a hölgyel, hogy ez most le van zárva. Eddig fogva érezte magát a toronyban, de lezárta ezt a kapcsolatot. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt a szív jelenti a szeretetet, a szerelmet, de itt vannak fájdalmak, félreértések. Vagy veled volt ez a helyzet, mert te megbántottad őt, az is lehet, hogy ő bántott meg téged. De ezek lehetnek más kapcsolatok is, ami fájdalmas, vagy fájdalmas volt, hiszen ő le akarja zárni ezeket a dolgokat. Itt lesznek döntések, amikor töpreng azon, hogyan tovább, melyik irányba. Ez vagy kihat az anyagi helyzetre és a munkájára, vagy
Amennyiben párkapcsolatról van szó, akkor itt az arany érmék jelenthetik a megbecsülést, az értékeket, a belső értékeket is. De kell számára a belső egyensúly, ügyel az anyagiakra, a munkára, itt lesznek változások, döntések. Itt vannak még külső befolyások, ami nem kellemes, vagy nem volt kellemes számára. De ahogy a többi kártyák mutatják, ő le akarja zárni ezeket a félreértéseket. Volt kihívás, be kellett bizonyítani magát. Itt is a kihívások láthatóak. Ő benne van még abban a helyzetben, ami nem könnyű számára, ahol be kell bizonyítani magát, de le akarja ezeket a kapcsolatokat zárni, és akkor kettőtök között is tisztázódnak a dolgok. Megvan ahhoz az ereje, hogy bebizonyítsa magát. Ez az erő jelentheti azt is, hogy te adsz számára erőt, vagy megvan a belső erő, a hit, hogy hisz abban, hogy itt győztes lesz. Itt a fő papnő jelenti a sors utakat, minden úgy lesz, ahogy a sorsok könyvében ez meg van írva, tehát legyen meg a bizalom. Azon kívül jelenthet egy spirituális területet is. Itt látható hamarosan ünnepség, meghívás, jó kedv, tehát kilép a toronyból, ebből a szűkös helyzetből. Meg azért vannak jó kapcsolatok is, de ez rád is kihat, ami számodra is kellemes. Ő közeledik, átnyújtja ezt az arany kelyhet, ami jelenti az érzelmeket, tehát kimutatja ő az érzelmeit. Az ő jelenlegi helyzete itt látható a szerelem kettőtök között. És a te jelenlegi helyzeted itt azért még vannak külső befolyások, ez lehet kellemes, sőt, itt is látható az, hogy van másokkal találkozás, vagy egy meghívás, vagy egy ünnepség, itt lesz segítség, tehát azok a kapcsolatok, amiben benne vagy, vagy amit kiépítesz, ezek lehetnek baráti kapcsolatok is, előnyös számodra. És ez volt, ez az általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást. A díjam az 4000 forint, és amennyiben tetszett ez a felvétel, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!